Sok szeretettel köszöntelek benneteket, hogyha úgy érzed, hogy a jobbod vagy balod felől egy nem emberül, hanem mondjuk egy táska, vagy egy kabát, vagy ilyesmi, akkor kérlek, vedd le a székről, és próbálj még helyet biztosítani. Néhányan még vannak hátul. Azt tudom mondani, hogy elő van még két hely, és az első sor a legjobb. Az biztos, hogy még inkább emlékezni fogsz ma estére, az első sorban ülsz. Hát máshol lehet, hogy nincs is hely. Akkor ezt megpróbáljuk megoldani hamarosan. Készülünk több helyet, többen tudjátok, hogy amúgy pont hamarosan lejár a béleti szerződésünk a PC-vel, és helyszínkeresésben vagyunk, ez egy óriási ma téma. No, de amiért itt vagyunk, többen tudjátok, hónapokkal ezelőtt elkezdtünk egy olyan sorozatot, aminek az a cím, hogy teljes élet, hashtag teljes élet, és Lukács evangéliumának a tanulmányozását kezdjük el, versről versre, hétről hétre. Ki az, aki legpontosabban meg tudnám mondani, nagyjából mennyi ideje vagyunk ebben a könyvben? Egy hónap, két hónap, három, négy, öt, hat, én sem tudom. Egy ideje. Egy ideje benne vagyunk, extrém különleges könyv. Az volt itt, hogy az októberünk az egy vendégtanítós hónap, négy vendégtanítóval, de múlt héten érkezett egy rendkívül extra esemény. Misszionárius testvérnőket avathattuk fel, és küldhettük ki belföldre. Így ma lesz negyedik vendégtanítónk, akiről szeretnék néhány személyes gondolatot megosztani. Egyrészt nagyon szeretem, és nekem nagyon sokat jelentő. Azt gondolom, hogy egy új generációhoz tartozik már, és számomra egy olyan személy, aki nagyon erőteljesen eszembe jutott, maga meg az ő neve, egy nehezebb időszakomban, és egyszerűen fordulhattam hozzá. És ez nagyon-nagyon sokat jelentett. Én hiszem azt, hogy ez egy hihetetlenül erőteljes dolog, hogy vagyunk testvérek különböző helyeken, és Isten küld mindig valakit mellénk. Akár rövid távon, akár hosszú távon, de hogy nem kell egyedül menni. Az este is erről szól. Amúgy az utca másik oldalán kezdtek el egy új misszióba Szombatöt néven, és a Veselyi utcai baptista gyülekezet, vagy az anya gyülekezetünk, onnan érkezik az előjáró testvér. Fogadjátok sok szeretettel Réz Ádámot. Hát nagyon köszönöm ezt a kedves felkonfot. És nagyon szívből nagyon örülök, hogy itt lehetek és itt szolgáltok. Már nagyon vártam a meghívást, megmondom őszintén. Nem is értem, hogy miért nem hívtad, de komolyan. Itt vagyok az utca másik oldalán. Tetszett az, amit az előbb mondtatok, hogy reformátusok vagyunk, de nem jegyetek meg, hogy mondtam. Nem kell félni, hogy... Én baptista vagyok, de ne jegyetek meg, jó? Na. Hát a felkonfot akkor magamról elhagyom, mert Dávid nagyon kedvesen és nagyon tökéletesen perfektül ezt megoldottad. Tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok azért. Egyrészt, hogy itt lehetünk és ennyien lehetünk és így lehetünk együtt, nekem ez mindig egy meglepetés, hogy valahol meghívnak szolgálni. Az ember bemegy az elején és lát egy létszámot, majd leül háttal, és akkor fel, akkor látja, hogy Isten népe milyen, hogy gyarapszik. És ez nem csak egy helyszínen van így, én azt tapasztalom, és azt... Igen, azt tapasztalom, mert az több, mint hit, mert ez tapasztalat is már, hogy Istennek van egy nagyon drága, kedves, kegyelmi munkája, időszaka most. Sokakat el akar érni, és sokaknak meg akarja változtatni a szívét teljesen. Isten nem felszínes dolgokban, azt tapasztaljuk, legalábbis így a Szombatöten, nem felszínes dolgokban szeretne bennünket vezetni vagy tanítani, hanem mélyen a szívünkbe akar nyúlni. És olyan igazságokat akar kinyitni számunkra, ami fontos, hogy ott legyen a bensőkben. Föl akar Isten népét ruházni az Atya erővel és hatalommal, de ehhez meg kell, hogy tisztítsa az ő népét. És egy olyan időszakon, hál' Istennek, hogy folyik egy összehívogatás. És Isten összehívogat sokakat,
fölgerjeszti benne a vágyat, hogy megismerjem az atyámat, a teremtőmet, megismerjem a megváltómat, Jézus Krisztust, és valóságosan átéljem azt, hogy ki ő, és hogy miért jött ő, és hogy milyen hatással akar lenni az én életemre, és hogy milyen jövőképet akar nekünk mutatni, hogy mibe fogunk beleélni magunkat, mivel fogunk a jövővel találkozni. Isten a sok hamisítvány, mert nagyon sok valódi proféciát is kinyit arról, hogy mi lesz a jövő, hogy hova tart a világ, hogy hova tart Isten népe, hogy mik lehetnek a buktatók, hogy hol lehetnek megakadások. Ezért Isten tanít bennünket. És olyan jó, hogy azt az ige szakaszt, amit hoztam, és amiről olvasni fogok, és át fogjuk nézni, olyan jó, hogy nem én hoztam, hanem ti kértétek. És hogyha becsületesen meg akarunk vizsgálni egy igét, akkor mindig vannak, hála Istennek, olyan dolgok, ami kiverik nálunk a biztosítékot. Ennek nagyon örülök. Megmondom viszont, nagyon nem szeretem azokat az ige hirdetéseket, amik nem vernek ki biztosítékot. Amik nem hívnak ki többre. Ami nem hív ki tovább. Amire azt mondjuk, hát olyan kis aranyos volt, egy jó volt. Ugyanis nem az az időszak van, hogy olyan kis aranyos meg jó legyen valami, hanem az, hogy teljünk a Szent Szellemmel. Hogy lepleződjenek a hazugságok. És Isten igazságra járjon át bennünket, mert az emberi test, ez az állami természet, ez nagyon nagy visszahúzó erő. Sokszor nagyon ráfügg az ördögre, meg a démonjaira, meg stb. Mert erről is lesz szó, hogy miért vagyunk bajba. De nagyon sok esetben azért vagyunk bajba, mert az állami természetünk még nem hitben gondolkozik. Még visszahúzza az a természet, az új természetünket. Ugyanis Jézus Krisztus azért jött, hogy megváltson bennünket. Hogy új természetben éljünk, és az új természet, ez felnövekedjen, és ő rá hasonlítsunk. És ez egy óriási kihívás. És ez egy nagyon csodálatos út. És én őszintén vágyom arra, minden bukásom ellenére, hogy meglegyen az Úrnak az akarata velem, és veletek is, Isten népével. Úgyhogy nagyon örök azoknak az igéknek, amit például ma kértünk, vagy bal van fölkínálva tanulmányozásra. Adtam egy címet neki, egyébként a Lukás 8.22-től fogunk menni, de a címet írjuk ki, hogy hajóút tanulságai. Jó? Ezt a címet adtam ennek az alkalomnak, és szeretném felolvasni az igét, amit elém adtatok. Ez a Lukács 8.22-32, ki lesz vetítve elméletileg, vagy már ki is van? Hát nem látjátok. Na mindegy. És meg az első pásolat. De hangosan fogom olvasni, nem magamba, és akkor halljani fogjátok. Lukács evangélium 8. rész 22-32, így fogom most az elején olvasni. Lőn pedig egy napon, hogy beméne a hajóba ő és az ő tanítványai, és mondta nekik, menjünk a tónak túlsó partjára, és elindulának. De hajózásuk közben elszenderedék, és szélvész csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben voltak. És hozzám elmén felkölték őt mondván, Mester, Mester, elveszünk. Ő pedig felserkenvén megdorgálja a szelet, és a víznek habjait, és megszűnének, és lett csendesség. És mondta nekik, hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala mondván egymásnak, ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek neki. És evezének a gadarénusok tartományaiba, amely Galileával átellenben van. És amikor kiment a földre, jött elébe a városból egy ember, akiben ördögök voltak, sok időtől fogva, nem ruhában, sem ruhában nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sívoltokban. És akkor meglátta Jézus, felkiáltott, és lábai elé esett néki, és fennszóval mondta, mi közön van néked, te veled, Jézus, felséges Istennek fia, kérlek, ne gyötörj engem. Mert azt parancsolá annak, a tisztátalan szellemnek, hogy menjen ki az emberből, mert gyakran elragadta őt, annak okáért ráncokkal és béklyókkal megkötözve őrizték, de a köteleket elszakadván az ördögtől a pusztákba hajtaték. Megkérdezi pedig őt Jézus mondván, mi a neved? És ő mondja, légió, mert sok ördög ment bele. És kérték őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek. Vala pedig ott egy disznónyáj, legelészve a hegyen, és kérték őt, hogy engedje meg nékik, hogy azokba menjenek, és megengedte nékik. Atyám, köszönöm, hogy fontos volt neked az, hogy a te bensődből, a te akaratodból, a te szíved szándékából ez a történet meglegyen itt az Úr Jézus Krisztusról a Földön.
hogy a te igédet jelents ki ebből a történetből. Hogy Isten népe ma megértsünk sok-sok mindent ebből a történetből. Mert ez nem csak egy történet, hanem a te igéd, a te igazságod, a te bensőd, a te szereteted, a te erőd, a te hatalmad. És arra várunk, Atyám, hogy a te akaratodból, a te szavad szerint, a te igéd szerint értsük meg ma ezt az Úr Jézus nevében. Amen. Kettő részre szeretném bontani ezt a ige részt. Az első részben arról szeretnék egy picit egy pár szót beszélni, ami a hajó utat illeti. A második részben pedig azt, amikor megérkeztek. Én érdekes, hogy az Úr Jézus, mikor olvasok az evangéliumokat, az Úr Jézusnak a személyét látjuk szellemben, akkor egy irgalmas, kegyelmes, egy jó báty jelenik meg előttünk. Vagyis legalábbis előttem. Aki jó, aki irgalmas, aki kegyelmes, aki egyenes, aki igazságos. És olyan jó, hogy ez a Jézus, ez az Úr Jézus nem köntörfalazik sokszor. És itt egy nagyon érdekes dolog történik, elindulnak az úton, és elalszik az Úr Jézus, és vihar van, és hát tehetnek róla szerencsétlen tanítványok, hogy vihar van. Azt, ahogy már kezd merülni a hajó, fúj a szél, hát nyilván nem egyszerű a helyzet. Az Úr Jézus akkor föl kell, azt mondja, hogy ú, Isten, bocs, elaludtam. Gáz, tudom, hogy nem voltanak még ilyen szituba. Amúgy is én mondtam, hogy menjünk át oda, bocs, vezetőként nem jól csináltam a dolgomat. Mindenki megsimogat, kihozta egy kis cukrot, mindenki nyugodjon le, szokogassanak, hogy lemenjen a sav, aztán úgy anya. Nem azt mondja, hogy hol a te hitetek? Hát ma 2018-ban egy vezető, egy ilyen szituba, hátadom egy ilyet, hogy föl kell, hol a te hitetek, akkor a gyülekezetnek a 70% azt mondja, hogy hát több kemény nem fog idejön, és elmegy. Nem? Az Úr Jézus pedig, ami megváltunk, ami urunk, ami példaképünk, ami követendőnk, azt mondja, hogy hol a ti hitetek. És nem véletlenül mondja ezt. Ugyanis elkezdtem ezen a mondaton gondolkodni, és megnéztem a szövegkörnyezetét, hogy miért mondtad, Uram, ez ilyen kemény, hogy hol a ti hitetek? Miért ez volt a válaszod? Miért nem fölálltál és csináltál egyből valamit? Mert amit látjuk, hogy csinált is, csak először megjegyezte ezt. Mert fontos lesz ott a tanítványoknak is, és azóta minden tanítványnak fontos az, hogy a hite valódi legyen. Olyan hit legyen, ami bízik az ő Istenében, ami bízik az ő hatalmában, és ami biztonságban érzi magát Istenben. Isten, az Úr Jézus egy kihívással mondta ezt a kérdést fel nekik. De tudjátok, milyen a valódi hit? Bízzatok bennem. Most akkor visszakérdezhetünk, hogy hát akkor olyan hitüknek kellett volna lenni a tanítványoknak ott, akik a hajóról lecsendesítik a tenger, erre mondta az Úr, hogy hol a hitetek? Tehát a lecsendesítés miatt mondta azt az Úr, hogy hol a ti hitetek? Biztos vagyok benne, hogy nem. Nem azt várta el Jézus ott, hogy valaki, Péter mondjuk, vagy bármelyik fölálljon, és azt mondja, én annyit láttam tőled, Uram, erődemonstrációt, hogy most felállok, és álljon meg a tenger, meg a szél. Nem erre gondolt. Hanem van ennek az útnak, ennek a hajóútnak egy tanulsága, egy tanítása. Az, hogy az Isten királysága hogyan működik. Az Úr Jézus, amikor szerte járt, amióta föllépett, mindig az volt a tanításainak a központjában, hogy eljött a mennyek országa, eljött a mennyeknek a királysága. És akármit tett, és akármit mondott, és akármit tanított, meg akarta mutatni a tanítványnak, az embereknek, hogy eljött a mennyek királysága. És a mennyek királysága az így működik. Olyan, mintha ki akarta volna venni a biztosítékokat, amikor olyan, mintha át akarta volna formálni a gondolkodást arról, hogy ne csak földi síkon gondolkozzatok. Azt mondja az Úr Jézus, azért vagyok itt, azért lépek föl, azért mondom ezeket, azért mondottam ezeket, hogy megértsétek, hogy meglássatok, hogy mi az igazság, hogy mi a valóság,
hogy hogyan működik a világ egyébként. Mert is csak azt látjátok, ami a szem előtt van. Hogy ő szomorú, ő boldog, ő gazdag, ő szegény, ő most hatalmon van, ő most nincs, de nem erről szól a világ. Nem csak erről szól a világ. Hanem ezt a látható világ, ami a szemetek előtt van világ, van mögötte hatalom. Ott van mellette az Atyaisten, aki az egészet alkotta és teremtette. És van a háttérben, a sötétségben egy bukott világ. A sátán és ennek minden angyalai. És itt vagyok én, azt mondta az Úr Jézus Krisztus. Ki akarta nyitni az emberek a szemét arra, hogy mi a való igazság. És minden úton, például ezen a hajóúton is, és minden tanításában, mindig azért azon volt, hogy megértsük, vagy rájunk arra, hogy ki kell nyitni a szemünket. Van több. Van több annál, amit látsz. Meg kell értse azt az ember, hogy Isten kicsoda. Meg kell értse azt az Isten, vagy az ember, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus. Meg kell értse azt az ember, hogy hogyan működik az Isten királysága. Bocs, hogy ezt mondom, muszáj. Ha győzelmes életet akarunk élni, meg kell, el kell higgyük, el kell fogadjuk, meg kell ismerjük, hogy kicsoda ő, valóságosan. És kapcsolódnunk kell hozzá valóságosan. És le kell lepleződjön a függöny mögött olyan dolgok, amiben nem hiszünk, vagy nem úgy gondoljuk, vagy nem így gondolkoztunk róla, hogy az attól ott van. Na és most térjünk vissza a kérdésemhez. Azt miért kérte tőlük szám, vagy miért mondott ilyen, miért mondott ilyet, hogy hol a ti hitetek? Mert azt akart, hogy megértse az Isten, a tanítványsereg azt, hogy gyerekek, ezt a hajót én indítottam el. Én mondtam azt, a ti messiásotok, hogy üljünk be a hajóra, és induljunk el. És ha én hívlak el benneteket valahova, valamiért, akkor higgyétek el, hogy az az út nem fog elveszni. Amen? Az az út nem fog elveszni. Azt a hajót, amit én nyitottam el, azt a gyülekezetet, amit én plántáltam, azt a missziót, amit én nyitottam be, az a hajó nem süllyedhet el, higgyetek bennem. És 2000 éve hangzik ez a felkiáltás. Hol a ti hitetek? Nem bántásképpen mondja az Úr, hanem bízzunk benne. Ő hatalmas Isten. Azt a hajót ő indította el. Nekünk nem biztos, hogy szeleket kell lecsendesíteni kézrátétellel, vagy mit tudom mivel, de hinnünk kell. Bocs, hogy ezt mondom. Kell azt, hogy ezt a hajót ő indította el. Mert akkor át fog ilyen a túlsó partra. Hol a ti hitetek? Nagyon-nagyon fontos tanítása volt ennek az útnak ez. És azt mondták, hogy azért, hogy ez a hajó átjön a túlsó partra, ennek arra is van hatalma, hogy lecsendesítse a tenger. Hogy beleszóljon még a természet erőibe is. A mi Jézusunknak még arra is van ereje, hogy a mi hajónk átjön a másik partra, hogy lecsendesíti a természet erőit is. Igen. Igen. És ez a Jézus nem változott meg. Ez a Jézus ugyanaz a Jézus, mint akkor volt. Nagyon jó dolog, hogy belekiabált ott a tanítványok arcába egy ilyen kérdést az Úr. Ugyanis este, amikor hazamentek, elgondolkoztak rajta. Mindenre szerünk a Krisztusban, ha hiszünk benne. Az ő hajójában ülünk. És bevésültetett az elméjükbe az, amit aztán hallottak, és amit aztán láttak. Hogy az volt rá a válasz, hogy higgyetek, és az volt rá a cselekedet, hogy elcsendesedett a vihar. És azt mondták, hogy igen, hinnünk kell és bíznunk kell benne, mert tényleg az, akinek mondja magát. Csodálatos kijelentés. És így kezdődik az út egy ilyen tanúsággal. Vagy lecsendesedik a vihar, és átérnek a tó másik oldalára, nem véletlenül. Az Úrnak minden, azt mondja az Úr Jézus, hogy ahogy láttam az Atyáton, és aképpen cselekszem. Az Úr Jézus, hogy nem volt ez az út titokban. Az Atyától volt kiküldve arra az útra. Isten akart reformációt azon az úton. Isten akart erődemonstrációt azon az úton. Isten akart megmutatni azt, hogy kicsoda ő. Hogy hogyan viszonyul egy megszállotthoz. És tanítást adni a sötétség hatalmáról. És sokszor, amikor ennél a résznél vagyunk, a második résznél, a 26-tól, amikor átér Galileával szembe, és azt látjuk, hogy jött vele szembe egy ördöngös. Akkor ennél a résznél
egyszerűbb sokszor az, hogy kitalálunk erre a ige szakaszra egy ilyen számunkat megnyugtató választ. Igen, abban az időben, azon a földön voltak olyan emberek, akik nagyon-nagyon terheltek voltak. Abban az időben, azon a földön, akkortájt voltak olyan emberek, akik démonizáltak voltak. És az Úr Jézus visszament a mennybe, és elment a szemünk elől, és nem látjuk is, hogy van a dicsőségbe. De a démonvilág az nem. Az nem úgy volt, hogy a Biblia időkben volt szellemvilág, és voltak terhelt emberek. Az nem úgy volt, hogy abban az időben voltak, akik meg voltak szállva, és meg voltak kötözve, és le voltak uralban. Hanem azért van meghagyva ez az ige szakasz, hogy tanuljunk belőle, és lássunk belőle. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy gondoljuk végig azt, hogy miért iratott meg, és miért rákezdenék, volt benne egy gondolat, amikor jöttem ide, hogy amikor a tanítványok ilyen dolgot láttak, hogy elindultak az Úrral valahova, és láttak egy olyan megmozdulás, vagy egy olyan dolgot, ami nekik új volt. Mit csinálhattak este? Szerintetek? Hát voltak új dolgok, amiket eddig nem tapasztaltak. Mit csináltak este, amikor az Úrral leültek egy tűzbeli halat enni? Most így mondom, te mit csinálnál? Én azon gondolkoztam, hogy ha én elindulnék az Úrral, és látnám ezeket a sztorikat, és este megérkezünk, és túl vagyunk egy ilyen ördöngősnek a felszabadításán, akkor odaülnék az Úrral, hogy Uram, hogy volt ez? Hogy ez az ember ez ördöngős? Hogy mentett az emberbe ördög? Vagy van egyáltalán, mi az, hogy ördög, vagy mi ez az egész? És elkezd az ember keresni, kérdezni. Mert új dolgot lát. Vagy mit csinálhat? Uram, erős volt a sztori, de nem rám tartozik. Oké, láttam, valami vicsorgás itt volt, meg nem tudom mi, de ez nem az én sztorim. És arra bátorítok benneteket, hogy a Bibliában olyat találtok, ami nem biztos, hogy teljesen fekszik neked, vagy belefél az életérzésedbe, vagy nem olyan, amit gyakorolsz, de újszerűen hat. Ha ott van a Bibliában, ha kezd el este kérdezgetni az Urat, és ott válaszolni fog. Ugyanis a Bibliában nagyon sok helyen van szétszórva olyan igazság, kijelent olyan igazság, hogy ha az ember kérdezgeti az Urat, akkor meg fogja találni, hogy mi arra a válasz. És ez a szakasz, ez egy ilyen rész. És így szeretném elétek hozni. Pár tanulságát hoztam ennek az egész történetnek, és szeretnék ezen végigmenni, jó? Azt mondja az Efézus 6.12, hogy nem test és vérelem van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, és az élet sötétségnek világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Nem test és vérelem a tusakodáson. Hát ez a kijelentés, bár ez Páltól jön, ez az kijelentés nagyon-nagyon meglátszik azon a helyen, ahol kiszálltak a hajóról. Ugyanis jött velük szembe egy ember, aki azt mondja, hogy nem volt eszénél, nem volt ruhába öltözve, hiába kötötték be ráncokkal, tehát nem tudom, láthatok már én, mert én még nem, hál' Istenem, hogy ennyire gáz. De nem véletlenül mutatja a Biblia azt, hogy ide el lehet jutni. Hogy ilyen helyzetre el lehet jutni. Ilyen állapotra el lehet jutni. Összedől a ház? Nem dőlhet össze a ház! Nem tűnhet semmi zavarás itt az Úr Jézus nevében. Isten igényét el fogom mondani. Föl leszünk épülve Isten igényét. Tehát, látunk ebben az ige részben egy megszállottat. Ez két dologra adhat nekünk, két dolog adhat nekünk meg. Vagy azt, hogy megnyúszunk, hát ő nagyon nehéz állapotban van, én soha nem leszek ilyen, hál' Istennek, sőt, még az ismerősi körömben sem lesz ilyen. És azt kívánom, atyám, hogy a szolgálatomban se találkozok ilyen emberrel, és lapozunk egyet. Hát vagy ez van, vagy azt mondjuk, hogy Uram, hogy lehet az, hogy ez az ember ilyen állapotban van? Ugyanis meggyőződésem,
hogy nem az történt, hogy az ember egy teljes szabadságban élt kedd délután, ahol magasztalt az urat, és pont virágokat szerette a réten, és az ézsajási proféciákat mondogatta megvallásukban, és egy dicsőcsapatot szervezett, másra pedig fölkelt, és békjókkal megkötve örröngött, és egy légiónyi démon volt benne. Eltudjátok volna, nem így volt? Annak volt egy folyamata. Az az ember, hogy az ilyen állapotba került, volt egy folyamata. És szeretnétek arról beszélni, hogy hogyan néz ki, mi van a függöny mögött. Hogy hogyan nézhet ki az, hogy valaki ilyen állapotba kerül. Ugyanis az azért fontos, mert lehet, hogy szükségünk lesz arra, hogy ilyen emberek felé szolgáljunk. Másrészt meg lehet nézni a bűnnek a természetét. És akkor a bűnnek a természete nincs túl távol tőlünk. Nem mondhatjuk azt, hogy nekünk nem kell már foglalkozni a bűnkérdéssel. Meg nem kell foglalkozni a démonosdival, mert már hívők vagyunk. Hanem szeretném, ha megnéznénk a Bibliában azt, hogy milyen igék vannak arra, hogy miért kell egy hívő embernek figyelni arra, hogy mi történik a szellemvilágban. Az első dolog, amiről szeretnék beszélni, az a démonokról lesz szó. A szellemvilágban van egy hierarchiai rendszer. A szellemvilágban a sötét oldalnak van egy hierarchiai rendszere. A fejük a sátán. Ő a főnökük. És azt olvastuk az Efézus 6-ban, hogy mivel nem test és vélelmet tusakodásunk, hanem fejedelemségek vannak. Hatalmasságok vannak. Az élet sötétségnek világbírói vannak, és a gonoszság szellemei vannak. Van egy hierarchia, amiben van fejedelemség, világbíró és gonosz szellem. Ebben az emberben, a gadarai megszállatban nem tudom, mert nem néztem meg az eredeti folytatást, megmondom őszintén, hogy itt démonról van szó, vagy milyen megkötöttség van, de azt sejtem, hogy démonok vannak benne. De hogy meg kell értsük azt, hogy nem tudunk elvonatkoztatni attól a ténytől, hogy a sátánnak a terve az, hogy köteléke alatt tartsa az embert. És ha megtértünk, az nem azt jelenti, hogy nem fáj arra az őrnek a feje, hogy mi ne szabadságban éljünk. Tudom, van ebből vita, hogy a hívő lehet-e kötözött, vagy nem kötözött, vagy démonizált, vagy nem démonizált. Tudom, hogy jogilag nincs joga az őrnek megkötözni egy hívőt. Tudom azt, hogy nincs jogilag joga megkötözni az őrnek egy hívőt. De azt is tudom, hogy az engedetlenségeink miatt, a bűnnel való játék miatt, az Isten igazságától való elfordulás miatt, a kísérthetőségünk miatt sajnos kerülhetünk olyan állapotba, ami kényszeres, tehát nem szabad, vagy leuralt állapotban kerülhetünk, vagy vannak ennek fokozatai. Nem mindenki, nyilván nem az egyetlen két állapot, vagy valaki full szabad, és vagy valaki megszállott, mint a gadarai megszállott. Vannak köztes állapotok. Van, amikor az ember csak kísértés alatt van. Amikor a szellemvilág azért kísérti, azért sugdos, azért próbál hazugságot elültetni az embernek a fejébe, hogy ne abban a szabadságban élje az életét, amire Isten elhívta. Lehet, hogy csak egy hazugsággal vagy megtévesztve az ördögtől. Lehet, hogy egy kutya ugat körülötted, egy démon. Mert ezt látod a családodba, vagy ezt látod a gyülekezetedbe, és egy félelem miatt, egy kévágy miatt, egy hazudozó életmód miatt, újra és újra be tud egy hazugsággal csapni az ördög. És már nem tud azért egy olyan tágas téren mozogni, nem tud egy olyan szabadságban lenni, nem tud egy olyan életminőséged lenni, amire Isten egyébként elhívott, amihez jogod lenne. Jogod lenne Krisztusban. Mert nem figyelsz oda, hogy vajon kitől van ez. Nem figyelsz oda arra, hogy valami minek adok jogot az életemben, a beszédemmel, a szívállapotommal, a hitetlenségemmel. És azt hiszem, azt veheti észre az ember, hogy valami, bár nem vagyok megszállott, nem vagyok leuralt, valami hatása van rám egy információ, egy hazugság miatt, ami köti az életem bizonyos területét. Aztán mehetünk tovább. Eljutott az ember olyan állapotban, amikor azt mondja, hogy mit nekem bűn, mit nekem engedelmesség. És bár tudja az igazságot, bár tisztában van az igazsággal, mégis olyan állapotba kerülhet, hogy játszódik vele, azt mondja, nem számít. Kipipálom. Hát hívő vagyok. Amúgy is prédikálok. Vagy nem tudom, mit csinálok. És belefér.
És tudjátok, nagyon jól tudja a sátán Istennek a igazság és jogosság a támasza. Jogállamiság van a mennyben. Ott van az ördög, ahol joga van hozzá. És hogyha az ember elkezd olyan dolgokba belemenni, ami az Istennel van a szövetségbe, már nem fér bele. És ez benne lehet a házasságtöréstől kezdve, az iszákosság, sok-sok olyan dolog, amit nem gondolunk, hogy fontos. De mégis telet adsz olyan dolognak, amiből kezdesz kimenni a sötétségre. Akkor ne csodálkozz rajta, hogy a dolgok kényszeressé válnak az életedben. Ez a második foka már, amikor ezek az ugató kutyák, a sátántól kiküldött sötét gonosz szellemek próbálják a gondolataidat, a lelkedet megkötni, hogy kényszeressé válik az ember. Ez már arról szól, hogy nem azt csinálod, amit akarsz. Mikor öt ember ránézel, és tudja mindenki, hogy hazudsz, de mégis hazudsz. Mert egyszerűen nem jön ki a szádból az igazság. Amikor nem akarsz totál berúgni már a héten ötödjére, de mégis megteszed, mert délutántól nem vagy szabad attól, hogy ne rúgjál be totál. Amikor nem akarsz elmenni ahhoz a fiúhoz vagy lányhoz, mert tudod, hogy mi lesz a vége, de elmész, nem vagy tőle szabad, mert a kéványnak a szelleme köti valamelyik részedet. Fontos dolog látnunk azt, hogy miért tanít az Isten igéje arról, hogy hova futhat ki, amikor az ember játszódik azzal, amit bűnnek hívnak. És tudjátok, mi a legnagyobb öröme a sátánnak? Hol tud a legjobban mozogni? A sötétbe. Amikor sötétségen vannak tartva a dolgok. Amikor nincs beismerve, hogy atyám, szükségem van arra, hogy szabaduljak. Szükségem van arra, hogy bevalljam egy imatársamnak azt, hogy miben vagyok, mert kezd szorulni rajtam a kötél. Ugyanis amikor világosságra jön egy hívő, és bevallja azt, hogy tesó, ezzel küszködöm, vagy nem tesó, tesó, te vagy az imatársam, te vagy a barátom, bízom benned. Nem arról fog szólni, hol a fölkér a YouTube-ra, hogy mit tudom, hogy függő vagyok. Hanem arról, hogy megoldást keresünk Istennél rá, hogy világosságra jöhessen. És gyűlöli a gonosz azt, amikor világosságra vannak a dolgok. Mert már lazul a pórázat, nem tud, mit csinálni vele. Fontos dolog, hogy megértsük azt, hogy hogy kerültet a gadolai megszállt ebbe az állapotba. Lehet, hogy nem sokan sose ismerte Istent. De tudjuk, hogy a démonoknak, a sötétségnek, a világbíróknak, minden olyan dolog, ami a sátán alatt sorakozik föl, az az akarata, hogy ha hívő vagy, ha nem vagy hívő, de valamilyen kényszerességbe, szükségbe tartson téged. Tudjátok, mi volt az élettere? Hát, tudjátok, már olvastuk. A gadarai megszállottnak? Egy embernek mi volt az élettere? Egy sír volt a közti élet. Ez egy tökéletes képe annak, hogy hova akar bennünket vinni az ördög. Kövekre, ahol a halálnak a bűze van. Ahelyett, hogy tágas téren élhetnénk. Szabadságban, világosságban, erőben, vitalitásban, egészségben, és sorolhatnám, békességben, szeretetben, halleluja. Sírvoltok között járkált ez az ember kényszeres reolalás alatt folyamatosan. Olyan erővel, hogy nem tudott beilleszkedni a társadalomba, és nem is akart, és nem is akarták. Egy úton haladt, amit sötétben tartott. Egy úton haladt, amivel nem ment Istenhez. De az útjába került Jézus Krisztus, a megváltó, a szabadító. És azt kell tudnunk, hogy nincs olyan fejedelemség. Nincs olyan világbíró. Nincs olyan démonizáltság. Nincs olyan leuraltság, ami Jézus Krisztus nevére nem hajtana térdet. Amen? Amen. Ki kell mennie annak a sötétségnek, ki kell menni annak a hatalomnak, amit ha világosságra hozunk, ha Krisztushoz jövünk, ha bevalljuk, ha elhagyjuk, ha felszólítjuk, el kell mennie. Nyilván ez melós, nyilván ez munka, de ez az ige bebizonyítja azt, hogy Istennek mi az akarata? Ez ige azt bizonyítja, hogy Istennek az akarata, hogy az ember szabad legyen. A sátán kötöz, az Úr Jézus meg oldoz. A sátán szűkbe tartja az embert, az Úr is meg felszabadítja az embert. És ez csodálatos tanulsága ennek a történetnek. Nincs olyan szint, az őrjöngő megszállott is kerülhet teljes szabadságra, hogyha Istennek az embere, ha az Istennek az akarata, ha Istennek a
jelenléte megtalálja ezt az embert. Amen. Tudom, hogy ez egy nagyon bonyolult történet, és rengeteg kérdés kategóriák vannak. De Uram, mindenkit meg akarsz szabadítani? Igen. Igen. Mindenkit meg akar Isten szabadítani. De Uram, minden embernek van hatalma arra, hogy másokért imádkozzon és felszabadítson? Nem tudom. Nem hiszem. Mindenki imádkozhat. De azt gondolom, hogy minél jobban föl van, vagy meg van kötözve valaki, annál jobb, ha olyan emberrel imádkozik imádkozunk érdekének, van hatalma, van fölkenetésre. De ez egy nagyon másik téma, vagy egy nagyon nem erre akarok most elmenni. A lényeg az, hogy tudjuk azt, hogy Istennek az az akarat, hogy az ember szabadságban éljen. Az ördögök meg azt akarják, az ördögi szellemek, hogy az ember kötelék alatt éljen. Másik dolog. Igen, még ezt fel akarom olvasni. De ezt majd a megoldásnál felolvasom. Igen, beszéltünk erről. Főültem egy ilyet, hogy hogyan kerülhet, hogy hogyan kerülhet az ember ilyen megszállott állapotba, kötözött állapotba, arról beszéltem, de féltem magamnak egy ilyen dolgot, hogy sokszor, amikor erre gondolunk, arra gondolunk, hogy egy felnőtt ember a saját bűnei miatt, vagy helyesen gondolkozunk erre, persze a saját bűnei miatt, a saját megtűr dolgai miatt milyen állapotba kerülhet. És az a borzasztó, hogy én láttam már gyereket is borzasztó kötelékek alatt. Hogy mi szülők nagyon felelősek vagyunk azért, hogy mondjuk az atyák, az apák tartják-e a szellemi esernyőt a családjuk fölött. Hogy az anyák tényleg normális szövetségben élnek-e a férjükkel. Hogy egység van és egyetértése a házban. Vagyis nem egyszer találkoztam sajnos olyannal, ahol a szülők belementek okkult praktikákba. És tudatosan nyitottak, hát tudatosan, spirik akartak lenni, vagy nem tudom, mit akarok lenni, nyitottak egy olyan világ felé, ami a Biblia szerint tiltott. Mert nem Isten ország, nem Isten királysága. Szellemi nézés, jósás, rejki. Pont az elmúlt időszakban hallottam történetet egy barátomtól, aki átmentek szabadító szolgálatba, vagy szabaduláson, hogy milyen mélyen megkötözi az embernek az életét a rejki például. Milyen fejedelemség veszi birtokba az embernek a bensőjét, amikor rejkizik. Tudok olyan történetet, ahol a szülők szellemidézve voltak folyamatosan a házukban. És az úgy tűnt, hogy jó, hát most volt egy kis bukásunk, nem? Volt egy kis asztaltáncoltatása, mit tudom én. De óriási felelősség, amikor a gyerekem elkezdesz látni olyan dolgot, ami nem emberi. Akkor nem tud megfékezni, nem tud megfogni. És akkor dömbel rá az ember, hogy lehet, Uram, többet kell, nyilván most tudom, hogy általában hívőszörnyen nincs rejki meg asztaltáncoltatás. Csak az ember, amikor végig gondolja, hogy tényleg ennyire közel van hozzánk az a forrás, amiket el akar veszteni. Jó dolog végig gondolni, mennyire fontos, hogy az Isten szövetségében éljük le az életünket. Hogy Isten akaratában éljük meg az életünket. Hogy mennyire fontos, hogy kikutassuk azokat az igazságokat, amiket Isten az igében mond, és ne lapozzuk túl. Hogy legyenek leplezve a hazugságunk az elménkben az igazság által. És meg legyünk tanítva arra, hogy mire fenni a fogát az ördög. Fontos dolog. Tesó, ne legyingessünk arra, mikor olyan dolgokról van szó a Bibliában, amit nem nagyon értünk. Komolyan. Próbáljátok, akarjátok megérteni azt, hogy és miért akar és tud van joga az ellenségnek a gyülekezetemhez, a családomhoz, a saját életemhez. Ugyanis nem mondok titkot, de a gyülekezetünkre is fáj a spörnek a foga, a családodra is és rád is. Figyelj mindig oda, Uram, ez a dolog, amiben ki akarok lépni. Ez a dolog, amiben bele akarok menni. Ez a dolog, amit megtörök az életemben. Ez a szövetségen belül van. Nem adok jogosságot arra, hogy először csak kísértés formájában, majd kényszeresség formájában kijöjjek abból a szabadságból, amit te megszabadítottál? Fontos, hogy ezt átlássuk. A Máté Evangélium az van megírva, mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve és nem talál.
akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, honnan kijöttem. És oda menvén üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé más 7 szellemet, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak, és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Itt is tanít az Úr Jézus valamiről. Fontos dolog, hogy a hívők telve legyenek Szent Szellemmel. Fontos dolog az, hogy az életünkben mindig itt legyen a szívünk és a bensőnk. Hogy ne csak egy vallásos élettel elégedjünk meg. Ugyanis nem szeret a démon a levegő, víz nélkül helyeken járni a levegőjükben, mert testre van szüksége. Azt olvas csak az első égében, hogy még akár disznóba is, bár nyilván jobban akarja az embert, mert jobban ki tudja élni a természetét, az a gonosz szellem. De testet akar. Fontos, hogy az Isten népe be legyen töltve Isten szellemével. Mert Isten szelleme bölcsé fogja tenni, Isten szelleme látóvá fogja tenni, Isten szelleme jó döntéset fogja elkísérni, és nem lesz helye, nem lesz aktualitása a gonosz szellemnek. Azt olvassuk, hogy maga mellé vesz 7 másikat, magánál gonoszabbakat. Ez is egy kijelentés a Bibliából. Nem akar megállni a gonosz. Lehet, hogy ebben is találkoztam a tapasztalatból, vagy lehet, hogy valaki csak a piágatásával csábította, vagy kísértette az ellenséget. És azt az egész egy krónikus hazudozó lett, kábítószerfüggő lett, parázna lett, kévágyó lett, stb. Ugyanis bele akar kontárkodni más gonosz szellem is az embernek az életébe. Ez is egy természet, amit meg kell értsünk a démonvilágról. Telve akarok lenni Szent Szellemmel. És hogyha szolgáltok mások felé, ha figyeljetek valakinek az életét, ne legyincsetek szerencsédre le. Legyen bennünk az a segítségnyújtás, hogy akarom megtudni, mi van veled, ember. Ne veregessük maga vált, jól van, pihen ki magad, olvasgass egy kis Bibliát, imádkozgassál, meg majd elmegyünk és itt tök jól átbeszéljük, hogy csiribiri zapszalma. Hanem keressétek az Istennek az igazságával azt, hogy mi lehet abban az emberrel. Fedjétek fel, hogy mi lehet abban az emberrel. Ne írjátok le, hogy ő krónikus hazadozó. Vagy ne írjátok le, hogy alkoholista. Vagy ne, mert van gyöker annak, hogy miért az ő. És menjetek vissza sokszor a gyökerekig. És hozzátok hozzá világosságra a dolgait. És meglátjátok a világosságra hozzá a dolgait. És megbánja azt, és nem akar abban élni. És Jézus Krisztus nevében kiutasítjátok azokat, föl fog szabadulni. Annyi ilyet láttam már dicsőség Istennek. Amikor valaki világosságra hozta a dolgot, és valóban megtért belőle, hogy Isten fölhoz az ő dicsőségét. És Jézus Krisztus újra megjelen, úgy, mint ott a gadarai megszállottnál, újra megjelen, csak szellemben, és kinyitotta a jobbját, és megszabadult az ember. Mert mélyre voltak ásva, és meglettek fogva azok a gyökerek, amikre szükség volt. Tehát vissza akar menni, sajnos. És beszeretném fejezni egy olyan történet, aminek a történetnek a vége volt azon a helyen. Lukács 8:35-37. Találkozott az az ember az Úr Jézussal, az Úr Jézus az ember előtt, az embernek is, és a tanítványnak is megmutatja azt, hogy mi az Isten királysága, mi az Isten hatalma. Bemutatja ezzel azt, hogy ő nem akarja, az ember kötözött legyen. Bemutatja ezzel azt, hogy nincs olyan kötözöttségi mélység, ahogy Jézus Krisztus nem tud hatalmat gyakorolni. A tanítványok elállékodnak rajta, örülnek neki. Egy ember visszatér az életbe. Egy embernek a bűnei megbocsájtottak. És figyeljetek, mit mondanak az emberek. Kimenének azért megnézni, mi történt, és mentek Jézushoz, és ülve találták az embert, akiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél, a Jézus lábainál, és megfélemlének. Elbeszélik pedig nekik azokat is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngős. És kéré őt a gadarénusok körül való tartományok egész sokasága, hogy közülük menjen el. Mert felette igen félnek vala, ő pedig beül a hajóba és visszatérve. Látjátok, ezért van szüksége az Isten népének a kiképzésére.
ezért van szükségünk rá, hogy újra és újra átjárja az igazságot bensünket, és így gyuladjon bennünk, hogy mi vagyunk a Krisztus teste. Ugyanis nekünk adatott meg az, hogy szellemben megértsük a dolgot, hogy hogyan működnek a dolgok, és mi a való igazság. Nekünk adatott meg az, hogy megértsük, hogy mi történik a világban, valóságosan. Nekünk adatott meg Krisztus testének az, hogy fellépjen olyan helyekben és helyzetekben, ahol senki más nem fog tudni. Mert te vagy Krisztus teste, te vagy a lába, te vagy a keze, te vagy a szája, te vagy a gondolata, te vagy kiküldve. 2000 éve azért megy a tanítványozás. Azért vannak ezek megírva, hogy Isten népe újra felbátorodjon, és van egy olyan misszióparancs, hogy menjetek ki, gyógyítsatok betegeket, üzzetek ördögöket, hirdessétek az evangéliumot, mert ti vagytok most én, azt mondja az Úr Jézus. Ugyanis a többieknek tudjátok, mi lesz a véleménye erről? Akik nem hisznek bennem? Sőt, bocsássa meg mindenki, amit most fogok mondani. Azok a hívők, akik nem hisznek az igazságaimban? Hogy azt mondják, hogy elég ebből a csetepatéból. Jobb volt nekünk a nyugalom. Kiküldtök közülünk. Nem zavart bennünket annyira. Ott el volt a sírok között. Miért kellett az a csetepaté most? Még pénzünkbe is került, ma disznó nyáj meg vágásra szorult. Fontos dolog megérteni azt, hogy te vagy és én vagyok Krisztus teste. És meg kell értsem azt, hogy Uram, mit akarsz nekem mondani ezekkel a történetekkel. Ugyanis szükségben van a világ körülöttünk. És te leszel az ember, aki azt az evangéliumot fogod hirdetni a szomszédnak, aki, hogy meg fog térni. Erővel és hatalommal fogod hirdetni Istennek az igéjét. Ha hiszel benne, ha bízol benne. Erővel és hatalommal fogsz emberekért imádkozni. Ha hiszel benne és bízol benne. Te leszel az ember, aki föl fogod ismerni a hasonlóságot a gadarai között, a megkísérlet között, a leuralt között, a kényszeres között. Te fogod felismerni azt a kényszeres emberben azt, hogy nem elég az, hogy mesét mondjál neki. Hanem kell hírni az evangéliumot. Jézus Krisztus elé kell vigyed, és az ő nevében ki fogod űzni belőle azt a szemet, ami ezt az embert szükségben tartja 10, 5, nem tudom hány éve. Mert téged akar fölkenni Isten arra, hogy átlássál a szitán. És ne elégedj meg azzal, hogy fél megoldások vannak a gyülekezetekben. Nem lehetnek fél megoldások a gyülekezetekben, nem erőnk elhívva. Hanem Isten éppen arra elhív, hogy higgyen az ő megváltójában, bízzon benne, és teljes erejével, teljes akaratával, teljes hitével, teljes lelkével bízzon benne, akarja őt, keresse őt és szeresse őt. És akkor így fejeztük a kezünkbe az Istennek az igéjét. Akkor úgy fogunk tudni kimenni, hogy próbáljuk, Uram, próbálom, és azt fogja észre, Isten csak megtámogat. És azt fogod meglátni, hogy igen, a beszédre meg fognak térni emberek. És lesznek válaszok a kérdésekre. És igen, mikor prédikálsz, le fogsz állni a Szent Szellem, és ki fognak menni az ördögök. És igen, meg fognak téged keresni, és le fognak veled szembe ülni, és azt fogják mondani, hogy bajban vagy, és te nem butaságban vagy, hanem más mondtam. Hanem azt fogom, hogy gyerekesen nézzük meg, hogy van-e valami becsapás, vagy kötelék az életedbe. Amivel szükség van akar tartani téged a sátán. De Istennek az az üzenet, hogy szabad legyél. És ezért fontos dolog megértenünk azt, hogy mi vagyunk Krisztus teste. És nem kell megijedni, attól lesz ellentábor. Legyen is. Mert akkor vagyunk eredetiek, ha van ellentábor. Ebben nem dicsekedni akarok, de már dicsekedetek is. Évek óta folyamatosan ellentáborom. Halleluja. Kezdem megszokni, és örülök neki. Mert tudom azt, hogy az Úrnak is volt ellentábora. Az Isten erejének is volt mindig ellentábora. Az a jó, ha van. Mert ez azt fémjelzi, hogy Istenben vagy. Az a jó, ha körülötted történnek dolgok, mert akkor az Úrban vagy. Az a jó, ha megenged Istennek, hogy átjárja a gondolataidat, és frissen tartsa benned azt az igét, amit Istentől kaptál. És higgyétek el, kérjétek, és akarjátok, és keresétek, és Isten föl fog bennünket kenni olyan nemzelékké, akiket Isten tud használni Magyarországon arra, hogy a kötözöttek megszabaduljanak. Amen? Hogy az evangélium hirdettessék. És le fog rombolni bennünk az Istennek az igazsága minden olyan magaslatot, ami Isten ismerete ellen emeltetett. Ami be akarja korlátozni a gondolkodásunkat,
Egy 2018-as baptista budapesti doboz hívőségben. Hogy ez így lehet, az meg úgy lehet. Mert mi elolvassuk a Lukács evangéliumát, és az Abcselt, és a Római levelet, és az Efézust, és azt érezzük, hogy Isten föl akarja kenni az ő népét arra, hogy szolgáljon neki. Amen? És nem fogjuk hagyni, hogy a hazugságok kóvaládba tartsak bennünket, mert nagyon sok kint a dolog. És még ha csak kint lenne dolog. Nagyon sok bent is a dolog. Dicsőség Istennek. De föl fog kelni egy nép, aki képes lesz. Úgyhogy ezzel a misszió parancsal szeretném befejezni ezt azt az alkalmat, vagyis a részemről. Beteket gyógyítsatok, pókosakat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ördögöket üzzetek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Amen. Amen.